49. fejezet. A sátoros ünnepen. A zsidóknak évente háromszor Jeruzsálemben kellett összegyűlniük vallási célzattal. Izrael felhőoszlopba öltözött láthatatlan vezetője adott utasításokat az ilyen gyűlésekre vonatkozóan. Fogságuk alatt a zsidók nem tarthatták meg ezeket, de amikor a nép visszatért otthonába, újra elkezdődött az emlékünnepek megtartása. Isten terve az volt, hogy ezek az évfordulók idézzék őt a nép emlékezetébe. Kevés kivétellel azonban a nemzet papjai és vezetői szemelől tévesztették ezt a célt. Aki ezeket a nemzeti ünnepeket elrendelte, és ismerte jelentőségüket, most látta elferdítésüket. A sátoros ünnep az év záró összejövetele volt. Isten terve szerint ekkor a népnek az ő jóságára, kegyelmére kellett gondolnia. Az egész ország az ő oltalma alatt állt, áldásaiban részesült. Gondviselése őrködött felettük éjjel-nappal. A nap és az eső megérlelte a föld gyümölcseit. Palesztina völgyeiben, síkságain learadták a termést. Az olajbogyót leszették, a drága olajat edényekben tárolták, a pálmafák is átadták termésüket, a szőlő vörös gerezdjeit kipréselték a borsajtóban. Az ünnep hét napon át tartott, Palesztina és más országok lakói is elhagyták otthonukat, és Jeruzsálembe jöttek, hogy részt vegyenek rajta. Közelről, távolról özönlött a nép, hozták az öröm jeleit öreg és fiatal, gazdag és szegény egyaránt elhozta a hálaadás ajándékát neki, aki jóságával koronázta meg az esztendőt, s akinek nyomdokán kövérség fakadt. Mindent elhoztak az erdőből, ami csak kedves volt a szemnek, és kifejezhette az általános örömet, s a város gyönyörű ligetnek tűnt. Ez az ünnep nem csak aratási hálaadás volt, hanem emlékeztetett Isten oltalmazó gondoskodására, a pusztában, Izrael iránt. Sátoros életük emlékére, az ünnep alatt, az izraeliták zöld gajakból formált sátrakban, hajlékokban laktak. Ezeket az utcákon, a templomudvarban vagy a háztetőkön állították föl. Jeruzsálem körül a hegyeken, völgyekben is számtalan ilyen lombos hajlék volt, melyeket élettel töltöttek be az emberek. A hívek szent énekekkel, hálaadásokkal ünnepelték meg ezt az alkalmat. Kevéssel az ünnep előtt volt a nagy engesztelési nap, amikor a nép megvallotta bűneit, és békességet szerzett a mennyel. Így készítettek utat az ünnep örömének. Magasztaljátok az urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme, hangzott diadalmasan, miközben sokféle zeneszó, hozsánna kiáltásokkal együtt kísérte a közös éneklést. Zsoltárok 106. 1. Az általános öröm központja a templom volt. Itt zajlottak a pompás áldozati szertartások. A szent épület fehér márvány lépcsőinek mindkét oldalán sorakozott fel a lévitákkara, ők énekükkel szolgáltak. A hívek hada pálma és mirtusz ágakat lengetve vette át a dallamot, s visszhangozta a kórust. Mind távolabbi és távolabbi hangok kapcsolódtak be, míg a környező hegyek is zengték a dicséretet. Éjjel a templom és udvara fényben ragyogott. A zene, a lengő pálmaágak, a boldog hozsannák, a nép nagy felvonulása, fölöttük a függő lámpákból sugárzó fény, a papok öltözete és a szertartások magasztossága olyan képet alakítottak ki, amely nagy hatással volt a szemlélőre. Az ünnep legmeghatóbb szertartása, ami a legnagyobb örvendezést váltotta ki, a visszaemlékezés volt a pusztai vándorlás egyik eseményére. Hajnalhasadáskor felharsant a papok ezüstkürtjének hosszú átható hangja. A válaszoló kürtök s a lomsátrakban lakozó emberek üdvri valgása visszhangzott hegyen völgyön, Köszöntötték az ünnepnapot. Azután a pap merített egy korsó vizet a kidrom patakjának folyóvizéből, Magasra emelte, s a kürtök zengésének közepette, Felvitte a templom széles lépcsőin, Lassú, kimért léptekkel követte a zeneritmusát, S közben énekelt ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem. Zsoltárok 122.2 A korsót a papok udvarának közepén levő oltárhoz vitte. Két ezüst medence volt itt, mindegyiknél egy pap állt. Az egyikbe beleöntötte a korsó vizet, a másikba a korsó bort. Mindkét medence tartalma egy csövön állt a kidromba, onnan a tengerbe jutott. A szentelt víz bemutatása jelképezte a kútfőt, mely Isten parancsára fakadt a sziklából, hogy olcsa Izrael gyermekeinek szomját. Ekkor felcsendült az ünnepi ének, erősségem és énekem az Úr, az Úr, s örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. Ézsaiás 12.2.3 József fiai készülődtek a sátoros ünnepre, s észrevették, Krisztus semmi jelét nem adja, hogy részt szándékozna venni rajta. Nyugtalanul figyelték őt. A betesdai gyógyítás óta nem vett részt nemzeti ünnepeken. Elkerülte a fölösleges összeütközést a jeruzsálemi vezetőkkel, munkálkodását Galileára korlátozta látszólag nem vett tudomást a nagy vallási összejövetelekről. A papok és írástudók ellenségesek voltak vele szemben, mindez megzavarta körülötte az embereket, még tanítványait és rokonait is. Tanításaiban hangsúlyozta az Isten törvénye iránti engedelmesség áldásait, s most ő maga közömbösnek tűnt az isteni elrendelésű szolgálat iránt. Elvegyült vámszedőkkel és más rossz hírű egyénekkel, semmi bevette a rabbik előírásait, szabadon kezelte a szombatra vonatkozó hagyományos követelményeket, mindez szembeállította az egyházi hatóságokkal, és számos kérdést vetett föl. Testvérei helytelenítették, hogy elzárkózik a nemzet nagy és tanult embereitől. Úgy érezték, ezeknek a férfiaknak igazuk van, s Jézus hibázik, ha szembe helyezkedik velük. Másfelől látták szeplőtlen életét, s bár nem csatlakoztak tanítványaihoz, milyen érintette őket munkája. Galileai népszerűsége hízelget becsvágyuknak, még mindig remélték, hogy bebizonyítja hatalmát, s a farizeusok belátják, ő az, akinek mondja magát. És mi van, ha ő a messiás, Izrael fejedelme. Büszke elégedettséggel dédelgették ezt a gondolatot. Annyira izgalomban voltak, hogy sürgették Krisztust, menjen Jeruzsálembe. Menj el innen, javasolták, és tér Judeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. János 7.3.4 A ha kétejt és hitetlenséget fejezett ki, gyávának, gyengének mondták. Ha tudja, hogy ő a messiás, miért ez a furcsa tartózkodás és tétlenség? Ha valóban rendelkezik ilyen erővel, miért nem megy bátran Jeruzsálembe, hogy alátámassza igényét? miért nem viszi véghez Jeruzsálemben azokat a csodákat, melyek Galileában hírlenek felőle. Ne rejtőz el félre első tartományokban, mondták, hogy csodás tette ide tudatlan parasztokra, halászokra pazarold. Mutasd meg magad a fővárosban, nyerd meg a papok és vezetők támogatását, egyesítsd a nemzetet, alapítsd meg az új országot. Jézus testvéreit azok az önző indítékok vezérelték, melyek gyakran húzódnak meg a törtetők szívében. Ez volt az uralkodó szellem a világban. Megbotránkoztak, mert Krisztus, ahelyett, hogy időleges trónra vágyna, az élet kenyerének jelentette ki magát. Nagyon letörtek, amikor oly sok tanítványa elhagyta. Maguk is elfordultak tőle, hogy meneküljenek a keresztől. Be kellett azonban látniuk, munkája nyilvánvalóvá tette, hogy ő Isten küldötte. Monda azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik marad a Galileában. János 7-6 Testvérei parancsoló hangon beszéltek vele, Megszapták az utat, melyen haladnia kell. Jézus visszafordította rájuk a megrovást. Nem ön tanítványai közé sorolta őket, hanem a világhoz. Titeket nem gyűlölhet a világ, mondotta, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. János 7. 7. A világ nem gyűlöli azt, aki hozzá hasonló lelkületű, hanem sajátjaként szereti. Krisztus számára a világ nem a kényelem, vagy a ragyogó pálya futás helye volt nem kereste az alkalmat, hogy mikor kaparinthatja meg hatalmát, dicsőségét. Ez nem lett volna kitüntetés számára. A világ az a hely volt, ahová atya küldte, ő annak életéért adatott, hogy véghez vigye a megváltás nagy tervét. Elvégezte munkáját az elveszett fajért. Nem volt szabad veszélybe rohannia, vakmerőnek lennie, siettetnie a válságot. Munkásságában minden eseménynek megjelölt órája volt. Türelmesen kellett várnia. Tudta, hogy a világ gyűlöletét veszi magára, tudta, hogy munkája végén a halál várja, azonban mindennek idő előtt kitenni magát, ez nem egyezett atya akaratával. Krisztus csodáinak híre mindenhová elterjedt Jeruzsálemből, ahová csak a zsidók szétszóródtak. S bár több hónapon át hiányzott az ünnepekről, az érdeklődés nem terelődött el róla. A világ minden részéről sokan jöttek el a sátoros ünnepre abban a reményben, hogy találkoznak vele. Az ünnep kezdetén sokan keresték. A farizeusok és vének figyelték jöne, mert remélték itt az alkalom, hogy elítéljék. Zavartan kérdezgették, hol van ő, de senki sem tudta. János 7.11 Mindenkinek körülötte forogtak a gondolatai. Az írástudóktól és papoktól való félelmében senki sem merte messiásnak elismerni őt, de mindenütt csendes, komoly beszélgetés folyt róla. Sokan védték, mint Isten küldöttét, mások azonban a nép megcsalójának bélyegezték. Eközben Jézus csendben megérkezett Jeruzsálembe járatlan utat választott, hogy elkerülje a minden irányból Jeruzsálembe igyekvő utazókat. Ha csatlakozott volna valamelyik az ünnepre feljövő karavánhoz, akkor a városba érve ráterelődött volna az általános figyelem, a nép hangos rokon szenvezése újból ellene fordítja a hatóságokat. Ennek elkerülésére döntött úgy, hogy egyedül utazik. Az ünnepségek kellős közepén, amikor a vele kapcsolatos izgalom tetőfokára hágott, a sokaság színe előtt belépett a templom udvarba. Mivel hiányzott az ünnepről, azt hangoztatták, hogy nem merte kitenni magát a papok és vének hatalmának. Megjelenése mindenkit meglepett, minden hang elcsitult. Mindenki csodálta a bátor és méltóság teljes viselkedését hatalmas ellenségei közepette, akik az életére törtek. Jézus ott állt a hatalmas tömeg érdeklődésének központjában, s úgy szólt hozzájuk, ahogy ember még sohasem. Szavaiból kitűnt, hogy sokkal jobban ismeri Izrael törvényeit, intézményeit, az áldozati szolgálatot és a proféták tanításait, mint a papok és a rabbik. Áttörte a formalizmus és a hagyomány korlátait. Látszott, hogy a jövendő élet képe kitárul előtte. Mint aki látja a láthatatlant, úgy beszélt földi és mennyei dolgokról, biztos hatalommal, emberiről és isteniről. Szavai a legtisztábbak és legmeggyőzőbbek voltak, s mint Kapernaumban az emberek újra megdöbbentek tanításán, mert beszéde hatalmas vala. Lukács 4.32 Különféle formában figyelmeztette hallgatóit a szerencsétlenségre, amely mindenkit sújtani fog, aki visszautasítja az általa hozott áldásokat. Minden lehetséges módon bebizonyította, hogy Istentől jött. Minden lehetséges erőfeszítést megtett, hogy bűnbánatra bírja őket. Saját nemzete nem utasította volna el, és nem gyilkolta volna meg, ha megmenthette volna őket egy ilyen tett bűnétől. Mindenki álmélkodott, mennyire ismeri a törvényt és a proféciákat. Szájról szájra járt a kérdés. Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? János 7.15 senkit sem tekintettek képzett vallási tanítónak, aki nem járta ki a rabbik iskoláját, ezért Jézust és keresztelő Jánost is tudatlannak tekintették, hiszen nem részesültek ebben az oktatásban. Akik hallották őket, csodálkoztak írás ismeretükön, amit nem tanultak. Emberektől valóban nem, de a menny istene volt tanítójuk, Tőle kapták a legmagasabb szintű bölcsességet. Jézus beszéde a templom udvarán lenyűgözte a népet. Ugyanazok, akik a legerőszakosabbak voltak vele, most képtelennek érezték magukat, hogy ártsanak neki. Egy időre minden egyéb érdekükről megfeledkeztek. Napról napra tanította a népet, míg elérkezett az ünnep utolsó nagy napja. János 7.37 A hosszú ünnepi időszak során e nap reggelére elfáradtak az emberek. Jézus hirtelen szólásra emelkedett, hangja végig hömpölygött a templom udvarán. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János 7.37.38 A nép állapota igen erőteljessé tette ezt a felhívást. Állandóan a pompás ünnepi látvány foglalkoztatta őket, szemüket elkápráztatták a fények és színek, fülükben zengett a csodálatos zene, de semmi sem volt a ceremóniák sorában, ami kielégítette volna a lelki szükségleteket, ami csillapíthatta volna a lélek szomjúságát a maradandó dolgok után. Jézus hívta őket, jöjjenek és igyanak az életvizéből, mely örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő bennük. Azon a reggelen a pap azt a szertartást végezte, mely a pusztai szikla megütésére emlékeztetett. A szikla őt jelképezte, aki halála által az üdvösség élő patakját árasztja minden szomjazóra. Krisztus szava az életvize. Az összegyűlt tömeg színe előtt elkülönítette magát, üssék meg, hogy az életvize ömölhessen a világra. Krisztus megütésével sátán az életfejedelmét akarta megsemmisíteni de a megütött sziklából élő víz folyt. Amint Jézus beszélt az emberekhez, a szíveket különös tisztelet hatotta át, és sokan készek voltak együtt felkiáltani a samáriai asszonynal. Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne hozzam. János 4.15 Jézus ismerte a lelki szükségleteket pompa, gazdagság, tisztesség nem elégítheti meg a szívet. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám. János 7.37 Szívesen fogadja a gazdagot, a szegényt, a magas és alacsony sorsút. Ígérete szerint könnyít a megterhelt lelken, megvigasztalja a szomorkodót, reményt önt a csüggedőbe. Jézus hallgatói közül sokan gyászolták szertefoszlott reményeiket, másokat titkos bánat emésztett, sokan világi dolgokkal, emberi dicséretekkel akarták kielégíteni szüntelen vágyakozásukat, de amikor mindent megnyertek, rájöttek, hogy repedezett kutatástak, nem oldhatják belőle szomjukat. Elégtelenül szomorúan álltak az örömteli szintér csillogása közepette a hirtelen kiáltás, ha valaki szomjúhozik, kizökkentette őket szomorú meditálásukból, és amint hallgatták az ezután következő szavakat, új reménység gyúlt szívükben. A Szentlélek segítségével felismerték Jézus szavaiban az üdvösség mérhetetlen ajándékát. Krisztus kiáltó szava ma is hangzik a szomjazó lélekhez, és még nagyobb erővel hív minket, mint azokat, akik a templomban az ünnep utolsó napján hallották. A kút mindenki számára nyitva áll. A menny felajánlja a fáradt megterhelt lelkeknek az örök élet üdítő vizét. Jézus még mindig kiáltja. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. János 7.37 aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések 22.17 Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János